Sì. Allora, affettate Claudia. Én Claudia vagyok, igen. Claudia, befektető Claudiát keresem. Befektetés miatt hívnám ezt a számot, kaptam meg. Igen. Ennek is pénzem, így be tudnám fektetni. Jövedelmető dologokban természetesen. Tudod. Igen. És mikor tudna hozzánk bejönni az irodába? Hát először csak azért érdeklődtem, mert veszélyem, ugye? Igen, veszélyem. Győrben lakok ám, tehát azért van egy köztünk egy kis távolság. Hát ha így megszeretjük egymást, hogy valami, akkor így annyira nem érdekes a távolság, mert hogy lebírok járni. Mennyibe kerül ez a kis befektetés? Hát 500 ezer forint a legkisebb. 500 ezer forint, annyira nem. Én 15 ezerre szoktam, hogy befektetem. Jaj, nem. Itt 500 ezer forint a legkisebb. Itt 500 ezer forint a minimum. 500 ezer forint, és ez hány befektetés az 500 ezer? Ez hogy jön ki? Tehát hát negyed évente van. Negyed évente van. Negyed évig be lehet fektetni. Hát mondjuk úgy nem rossz, hogy az ember minden nap úgy, akkor 12-18% kamat. Hogyan mondjad? 12-18% kamat. 12-18%-os kamat, az még az, ja értem. De azért hogyan a befektetésen kívül? Igen. Mert azért már ketten mennénk a bátyával, te ketten is tudunk, mert tudunk ott frankon fektetni? Persze, hát azt mondják, hogy megpróbálja bevállalja kettet. Jó, az nekünk így jó. Tehát negyed évig, akkor 500 ezer forint lehet befektetni, de akkor ott vagyok. Igen, negyed éves kifizetés. Negyed éves kifizetjük elő, neki kell. Egy éves lekötés. Biztos mindig tudod a befektetés. Persze. Jó, oké. Valamit életekre esetleg valamit tudna mondani így a befektetés alapján, titulálni valamit, milyen befektetés, tehát a méretek. Tehát ekkora nagyságrendileg ennek is befektetés. Hát azt én konkrétan nem tudom megmondani, mert ez nem az én resortom. Ezt a kollégám tudná elmondani ennek, ha be tudna jönni. Hát az mindenki jutnak, talán még jobb is. Figyelj, de befektetek Audi, akkor adom egy pillanatra azért a bátyámat, jó? Na itt a napot. Halló. Jó napot. Üdvözlöm, Claudia. Claudia vagyok, igen. Üdvözlöm, fektetés vagyok. Na, sok jót hallottunk erről, és Foresi mondta, hogy erről. Én hát itt befektetésre. Erről. Jaj, a befektetésről. Tessék? Ja, értem, igen. Befektetésre, konkrétan befektetésekről hallottunk konkrétan, hogy nagyon jól, na jó tud ön befektetni. Na most igen, érti, hát, nem akarunk azért telefonba mindjárt, csak így ilyen. Én a testvérének is mondtam, hogy 500 ezer forint a legkisebb. Jó, oké, de az negyed évig, hát az belefér, most az negyed év az ugye 120 napon keresztül, 500-a visszahosszuk, az nem olyan rossz, hogy ki naponta. És hát akkor nem kell keresgélni minden nap másikat, érti? Persze, akkor hát ez egy jó befektetés volna. A jó a befektető, ugye? Hát attól függ, hogy jó a befektető. Na most hol tudjuk ezeket a befektetéseket, úgymond, mérni, befektetés megnézni? Valahol hát, interneten honlapja van? Interneten ez nincsen fenn. Azért mondtam a testvérnek, hogy a veszélyem irodánkba tudnánk. Mindenképpen személyesen? Képet se tudunk, esetleg egy képet se tudnak küldeni? E-mailben mondjuk? Hát én nem. De jó, azt mondja, jó a befektetés. Hát meg kell próbálni. Hát, jaj, a próba az is már pénzbe kerül, vagy a próba az ingyen van? Hát én ezt nem tudom. Hát ez nem azért ezt tudom. Nem ön a befektető? Nem önnél lehet befektetni? Vannak itt kiajánlók? Ja, értem, hogy akkor másokat aják, és azoknál kell befektetni? Persze. Ja, értem, hogy akkor így most telefonon mondom, érti, most nem akarom szó szerint néven nevezni, akkor én madám jelleggel dolgozik, igaz? Tehát akkor nem önnél kell befektetni, hanem... Nem, a cégünknél. Értem. Hát mindegy, én csak azt tudom önöknek mondani, hogy veszélyben van az irodánk, jöjjenek be hozzánk, ott a kollégám elmondja egy biztos tájékoztatot. Nem, akkor nem is lehet befektetni. Tessék? Önt akkor nem lehet befektetni, ezek szerint akkor... De nem tudom, hát akkor én, akitől megkaptam a számot, azt mondta, hogy önné fektetett be, konkrétan. Hát, önt fektette be, nem önt fektette be, mert jó, sok jót mesél, de akkor nem tudom. Akkor ki, na jó, mindegy, akkor ennek utána járunk, akkor meg azt mondta, hát, Claudia, nagyon jó befektetés volt. Hát érdemes lenne megpróbálni. Na, visszaadom a testvérem. Rendben. Halló, Claudia, itt vagyok. Mikor tudnád befektetni? Hát mikor tudnak bejönni az irodába? Hát ilyen iroda jellege van ez a befektetés? Persze, ott a főnököm elmondaná. Értem, tehát iroda jellege fektet be. Iroda jellege fektet. Tehát az irodába is lehet befektetni. Persze, ott személyesen. Aha, jó. Claudia, mindjárt visszahívnám egy perc múlva, jó? Jó. Jó, köszönöm, csokolom egy perc.